Két kötetet is bemutattak az érdeklődőknek a pénteki napon a Cifra Palota pávás termében. Hajagos Csaba leigázottság és a Málenkei robot, illetve Antalfi István Gulág túlélő hadifogságom története című köteteit mutatták be. Az utóbbi esetében a szerkesztő szintén Hajagos Csaba a múzeum történeti néprajzi gyűjteményének vezetője volt. A projektbeszámolóval és filmvetítéssel egybekötött hivatalos bemutatót a Kecskemét 650 rendezvény sorozaton belül tartották. A megjelenteket dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója köszöntötte, de köszöntő beszédet mondott Mák Kornél, Kecskemét megyei jogú város alpolgármestere is. A megjelent köteteket Mencer Erzsébet, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri tanácsadója, a Szórakesz elnöke, valamint dr. Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja mutatta be. A szerzővel és a szerkesztővel dr. Kriston Vizi József, etnográfus beszélgetett.